születtem 8-szor, éltem halálomig, de végig ember voltam, aki mindig csak állik. Emlékezz rám, mikor fúj a szél, emlékezz, mikor minden véget ér, nézem, fogd meg a kezem, szoríts meg bátra, még nem ugyan a szemem. Emlékezz, mennyire szeret téged, mennyire fájtok a rába téged, nézem, fogd meg a kezem, szoríts meg bátra, még nem ugyan a szemem. Igen, olasz párban sétány 3. Bútorokat. Igen. Igen, december 31-ig. Igen, igen, igen. Igen. Van róla felvétel is, igen. De a cuccot azt úgy hagytuk, amit összetörtek, csak reggel, amikor odaadtuk, akkor csináltunk felvételt, hogyha esetleg ilyen történik, hogy tudjuk igazolni. Igen, 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 engem elérnek. Köszönöm, viszonthallásra. Most törték össze a biztonságérok a cuccunkat, a bútorunkat hátul. Reggel kiraktuk, hogy ne tudjanak közlekedni. Beleraktunk egy 50 kilós követ, és most mentünk hátra, mert moszoltak, hogy összetörték a cuccunkat, a bútorokat. Aztán most hívtam rendőrt, hogy jöjjenek ki. Igen, jönnek ki, rendőrök. Majd kell a felvétel, mert meg kell mutatni neki. Nem tudom most átküldeni, megérzni. De meg tudják nézni, nem? Azért. Az nem baj. Ezen a címen egyébként egy ilyen tanályon hatás. Persze. Meg fogja találni a hangot? Persze. Igen, ez egy tanya. Várom. Igen. Fervál úgy magyarul 2074. Ez meg itt 2074? Igen, Buda keszít, ő telki, Buda gyönő Fervál. Ott meg fogja találni a hatás. Persze. Oké, rendben. Egy telefonszámot. Béla, jöjj majd egy kicsit őcsület, mert ezzel kell a felvételni. Jaj. Jaj.
Lehet, hogy arrébb volt, itt volt ki papír. Jó, akkor megmutatjuk a videófelvételt, és ott rajta van az idő, hogy mikor csináltuk ezt meg reggel. Melyikben van a kár? Ott, összetöltek a sajtótól? Igen. Sajtótól? Igen. Sajtótól? Vagy hát kérdébb volt. Ha nem, akkor picit hát, álljon már hát, vagy ne akadályozz az intézkedést. Miközben mutatom a sajtóigazolványomat, dolgozom is? Persze, hogy ne. A felvétel. Csak nagyon picit, mi legyen egy idősos hát. Csak annyira, hogy fel tudjam venni ezt a helyzetet. Rendben van. Rendben, nem akadályozott el is a munkáját. Elvizsgazítottok meg a helyet. Mert szembeálltam önnel. Rendben van. A felvételt a kollégának mutatja, és akkor azért vettük fel, hogyha ilyen van esetleg, hogy legyen viszonyítékunk. Csak fejbe verte a kamerája. Nézze, a jobb karom 2 éves koromban megbénult, azt maga is látja. Látja, hogy nem tudom fogni ezt a dolgot, úgyhogy számítsa bele, legyen szíves. Hát akkor az idősítem, bocsánat. Csak hogy... Az a 6 zsámolja szíves. Nem segít, hogy az olyan megtesszük. Nem kívánok. Oké, rendben, nekem ez így elég. Kétszer jöttek ki kocsival, tehát egyszer átlett rámolva, de mindenről van. Tisztázzuk, az a kár az az, hogy ezt a szekrényt megrongálták. Igen, hát letörték volna a fiókat. Épp volt ez a szekrény. Igen, azt láttam a felvételen, egyértelmű. Ki a tulajdonos a szekrénynek? Én. Maga a tulajdonos. Hogy került ide a szekrény? Úgy, hogy ide hoztuk. Hogy hozta ide? Hát még annóbb a kocsival hoztuk ide, de viszont onnan, hogy kipakkel lepakolunk a cuccunkat, bentről, így ide helyeztük el. Jó, tehát ön büntetőjogi felelősségének a tudatában kijelenti, hogy ez a szekrény az övé, öné, igen, és igen. Ön szállította ide, igen, ezt a szekrényt. Igen. Jó, rendben van. Mennyi ön szerint ennek a szekrénynek az értéke? Hát, nem tudom. 30.000 forint. Na! Na! Hát maga eleve az üveg, ami benne van, az több mint 10.000 forint. Maga viccem. Hát miért? Maga szerint mennyi? Egy forintot hát nem ér? Hát az erős túlzás, de egyébként afelé konvergál. De... Hát, hát én eleve 7500 forintért akadtam bele az üveget, mikor otthon kitört. Nagyjából 50 éves. Hát azt nem mondom, hogy nagy darab. Na, tehát ez a 30.000 forintot ér, ez elég erős. Akkor mondjuk 10.000-et. Jó, az ügyfél elmondása szerint 10.000 forint értékű funér bútor. Kivek még benne is van, sértetlenül, a másik is, egy hiányzott belőle. A harmadikben nem volt, ezt éppen ezt akartam mondani, mert az én volna. Tehát akkor az üveg nem sérült meg. Jó, oké. Ez egy tulajdon elleni szabálysértés lesz, ugye 50.000 forint alap. Jó, oké. 50.000 forint alapértékű van szó. Ismeretlen személyen. Hogy gyakorlatilag ez a szekrény a célszolgálja, hogy eltorlaszolja ezt a bejáratot? Hanem az, hogy a
két klasszikus sátor, hogy a cuccai benne vannak. Igen, mert kipakolt. És a sátor mert sem akolt senki. A sátor mert sem akolt senki. Mert haza ment lefüggedni. Meg most jön. Nem tudom, hogy hányan akar ment haza. Azért nem volt az. Nem tudom, hogy mikor ment haza. Mert én fent vagyok a múzeumnál. Mi az elkövetési délengyelból, amikor látták, hogy épül, és amikor látták, hogy meg van rongálva? Hát szerintem ilyen... Jól értem, amit mond, ön Perbáról, ez kilós kolonnál bútort, annak érdekében, hogy aki sátorban alszik, tudja el, hova elhelyezni a fogkefényét. Uram, ez bent volt. Nem azért volt, hogy eltolvaszolja. Ez bent volt, és ebben tárultak a konyolni cuccokat. De, a kertben helyzetben. Igen, voltam. Csak amikor ki kellett jönni. Igen. Szerdán kezdték el? Szerdán tették ki? Nem, ez tegnap lett. De akkor én, akkor még éjszak. Minek tudja be egyébként? Minek tudja be? Ben nem rongálták meg. Ugye azt mondta, hogy ő biztos, hogy ők. Ez ezer szervezet. Maga szerint ezer szervezet. Próbáljuk értelmezni. Ben nem rongálták meg, amikor megtelték volna. Hogy igen, ide ez a cucc, és itt meg megrongálják. Igen, még az, hogy itt nem tudnak közlekedni. És lusták körbe menni. Hogy jól értelmezem, hogy én nagyon jó tisztában volt, hogy eltorlaszolja a bejáratot, ezt kívánta is, ezt a célt. Ki tudtak jönni, csak hogy csak hogy jól értelmezem, hogy tisztában volt, hogy eltorlaszolja a bejáratot, és ön kívánta is, hogy ez eltorlaszolja a bejáratot, csak bízott abban, hogy nem fogják meg volna. Hogy kocsival ne közlekedjenek. Hogy kocsival ne közlekedjenek. Hogy kocsival ne közlekedjenek. Hogy kocsival ne közlekedjenek. Demonstrációt a személyekre tudom. Gyülekezési jog, a személyeket illeti. Ez nem azt jelenti, hogy én kipakolom a teljes lakásomat az udvarra tüntetési céllal, hogy lehetőleg mások jogait akadályozva, mert érték, tehát azért egy személyes tudom. Oké, rendben van. Miután a tiltakozási célat eltorlaszolta ezzel a bútorral ezt a bejáratot, mit tett annak érdekében, hogy a saját tulajdonát megóvja? Mit tettem? Hát az, hogy kikötöttem, hogy ne boruljon el, és tartom bele egy célat, hogy még miért mondhat, hogy ne boruljon el. Tudod, tette be? Tudom, az a célat. Igen. Hogy ne boruljon el, hogy ne tudom. Kívjuk valahogy a... Ez egy 80 kiló. Ez egy 20 kilós követ helyezett el a bútorban, aminek egyébként az állagára erőteljesen figyelt. Tehát állag megóvó célát beletett egy 25 kilós követ. Oké. Rendben. Van valami? Semmilyen fényképek elkészültek, rendőri jelentés fog ebből készülni, jó? És majd gyertesítünk. Is elmondta, hogy van egy szabálysértés, hogy a tongálás, a jelentésre eljárás. Kamera felvételeket próbáljuk begyűjteni, de itt egy darab nincsen, azért szeretném, hogy az lukói rendőrkapitányság ezt meg az eljárószak. Aki az előkészítője eljárást elkészíti, most továbbiakban már meg fog bármilyen papírt kapni. Esetleg valamilyen rendőri tűzről is ezt nem mondjuk, szóval ne? Örülök, hogy hamar tűzre. Még mindig. Közelben vagyunk. Hát van mikor nem. Hát azért voltál érdelem. Jó, további szép napot kívánok. Mi lesz a sorsa továbbiakban? Hát az, hogy majd is adatjuk a helyére. Ahol volt. Hogyha nincs a tegyük a hív. Hát talán nem jó. Jó. Tudják? Persze. De videótok felvétel fog készülni, hogy mit kapott ilyet, hogy előbb mit tegyen. Hogyha esetleg egyszer történik ilyen, akkor hogy tegy a bizonyítékot. Rátalában. Oké, nagyon szép napot. Viszontlátás egy napot. Nagyon szép napot. Tisztelt szőt napot. Hát ezt azért tényleg az összes hágy jönnek a cuccokat. Igen. Ja. Még azt mondja, hogy látom, hogy a szőrfőző. Hát majd tőle, ma már van
Most az lesz, hogy a biciklimet oda fogom láncolni a kerítéshez. Hogy? Persze, hogy lehet. Miért, hogy a nagykapuhoz fogom láncolni, és a kiskapun tudnak közlekedni. És akkor már nem sértem meg a közlekedését. Sétálni szeretem volna, és itt látom biztonságnak a biciklit, hogy itt van. Oda meg nem fogjátok, nem látszolhatom ki. Mi? Hát, mert az a mai nézve számít. A biciklit is azt mondtam, hogy miért a bicikli a fontos. Hát mondom azon, hogy nem értem, és mondom, én nem szeretném biciklit. Miért, hogy csak azt lehet kihozni, hogy a saját tulajdonak. És mondom, hogy a tulajdonak mondja, hogy fizessem, csak akkor mondom, ki fogja fizetni. Mi? Nem vagy két vagyok, hogy csak fizetni. Thank you.